Sziasztok! Ez itt újra a Hero 4 végigjátszása. És hát folytatjuk az utunkat, ezúttal jól emlékszem a negyedik pályán az Akadémia kampánynak. Ezúttal egy vegyes sereget kaptunk. Hát reméljük, tizedik szinte Szolomir megbirkózik így is. Például ezzel a farkassal. Aztán pedig eljött a nap. Amikor uram elhagyta a szobáját és ide erre a fagyos éjszakot vidékre küldött engem. A szivárvány kristály, a megoldás Szolimir. Most csak ezt szükségem van. De hát mi a csoda az uram? Nincs idő magyarázatokra. Valami kalandorok fedezték fel a kristályt egy vad északi vidék átfüggészése közben. Sikerült szolgálatomba fogadnom az egyetüli túléli tavolatásságból vezetőből. Találkozni fogsz vele, amint követésed színhelyére megérkezel. Ez az egész dolog összezavarja az elmémet, uram, mondtam neki. Gavin Magnusnak soha nem jelentett problémát a múltban, hogy feltétel nélkül megbízom bennem. Akkor hát most miért titkózik a részteket illetően előttem? Szolomir, már összeállítottam a csapatokat a számodra. Ebben a pillanatban is miközben beszélünk, a küldetésre készülődnek. A számításaim szerint azonnal el kell indulnod, hogy időben találkozhass a vezetővel. A parancskiadás után Magnus király egyetlen további szó nélkül távozott. Hát így kerültem erre a kivéletlen ember saradt a vidékre, és most a rejtélyes vezető érkezését várom. No. Meg a farkast. Hát álljon hozzánk, jó lesz Csalinak. Oké. Na, megyünk erre, mert erősek vagyunk. Erősek vagyunk. Erősek vagyunk. Na, megyünk. Erre, mert erősek vagyunk. Nagy. Jaj, most akartam. Könnyen ment ezzel a kevéske emberrel. Viszont most már lesznek halfingoink, vagy régen ezt mondottuk vala. Még jobbak leszünk. Nézzük, hogy állunk tovább egy cénél. Ah, nem rossz a kezdés. Nem rossz a kezdés. Na. Azt mondom, menjünk le erre is. Nézelődjünk el a Cerberusok felé. Hát. Ez egy erős kérdés. Mert megvászolásra vár. No, hát. Én azt mondom, igen. Kemény legények vagyunk úgyis. Gyors csata és sima liba. Na hát itt keres csinálni. És még egy kutyuli is csatlakozott hozzánk. Oké. Okay. Úgy látom lefele kell menni. És azt nem tudom, de lehetnénk főfele is először. Hát, menjünk először erre, ne kell itt császkálni. Aztán lehet, hogy erre kell tovább menni, sőt szinte. Lehet, hogy biztos. Akkor hanyagoljuk inkább. Már ránk, Ogra Magus. Ajja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 jj
Nem baj, megoldjuk ezt. Milyen egyszerűen. Tehát itt van még a csalépünk. Nyilván. Szerintem ez nehezebb lesz, de az erő nem lehet felvonulni, ami a varázslóimban benne van. Igen, sajnálatosan igaz ez. No, hát szépen kireteznek a... nem csak a viharfelhők, hanem a sikerességet jelző szivárványok is, meg a szerencse és a tudás működre. A mai nap reggelén két őr egy csontsomány idegen bekísért a sátramba. Az idegen ruhái lőttek a csontjairól. Túlságosan bőek voltak keszeg alkotán, de mégis elég vastag ruha takarta itt a csobánál lelket. Uram, ez az ember azt állítja, hogy téged keres, mondta az örök egyike. Ez lenne a vezeték? Közelebb sem megbizsgálom a későbbre ki volt cserződve, mint egész életet a szabadban töltötte volna, azonban semmiképp sem tűnt elég erősnek, hogy akár csak egy hetet is túléljen a vadonban. Egy Solomir nevicsin keresek, mondta. Megtaláltad Solomir Invali barát, Anneli, látta kicsoda vagy. Hol van vagyok?
Rendben, hol van, azt mondta, el tudnál engem vezetni. Szilárdan egy kis tájhoz, bocsáss meg a sietséget kérlek is, de azonnal útra kell, hogy keljünk. Uram, nem várhat, mondta neki. Na igen, de ezzel van egy kis probléma. Alapsakról is nem, hiszen az út el van torlaszolva. Hogy el van torlaszolva? Na igen, de tudod, uram, ez az óriási kristály mélyen a föld alatt van, és valaki befalasztott az egyetlen járatot azokba az üreg barlang folyosókba. Trán Dreger volt az író, volt a királya. Tehát biztos vagyok, hogy az út el van torlaszolva? Igen, csak be van azt valaszva, uram. Senki sem tud az átjutni, úgyhogy akár ebben a percben ki is fizeted az isom, és aztán visszatérhetsz az urathoz, mondta Holman. Átfürkésztem a tájt körülöttem, és elképzeltem magamban az uram válaszát, ha most azzal térnék vissza hozzá, hogy egy kis táj megközelíthetetlen. Nem hiszem, hogy irulnál hírnek, és a jelenlegi állapotában különösképp nem számíthatnék tőle nagyon másra. Bocsánat. Benyeltem valamit. Hát, itt azért vannak emberek ebben a várban. Viszont az már látszik, hogy akkor ez ugyan kis pálya, de nem olyan egyhősös teljesen, hanem kérem olvasson, az ellenség is fog tudni felgyűrni. Ez azt hiszem, hogy egy elég gyűrva mérget. Lassan semlegesítjük őt. És szerintem a mérget is hamarosan. Én hogy méreggel váljunk el. Oké, menjünk előre, én azt mondom. Mondó vagyok. Oké, van egy ilyen elosztatás. Jó, basszus, az nem jön hat. Ez nem jó. Ezt úgy hívják, hogy ez rohadtul nem jó, basszus. Hát meghalljak. Aja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 j
Ez így gáz, semmi gyógyítási mechanizmus. Ebből még baj is lehet ám. Nagy baj, méghozzá. Kibírom a dolgokat. Ez egy elég necces. Azt is egy felettessünk már. Pusztulj már meg! Végre. Hú, megértem, hogy mi lesz a hősömmel. Hozzá kell tennem. Oké, még egy kis felszerzet. És hogy vagyunk? Hát, nagyon mentünk előrébb. Most várunk egy kört. Most pedig, hát... De mivel... Voltak ellen játszik, de szerintem ezt bepróbálhatjuk. Ezt megölöm, mert sok értelme nincs. Jó, akkor... Akkor mi az, amit még nyomhatnánk? Hát, támadjuk meg ezt, ha itt vagyunk. Ezt nem, mert nincsenek is sokan. A test tüntetjük el. Remélem nem fog megijönni a traktor, hogy lehet, hogy igen. Az, szuper. És mindig arra mennek rá persze. Tudjátok most mit fogok csinálni? Csinálom a fugimózót. Ó, nem jött be. Szuper. Hát
legyen már. Nem lépett volna egymás után, akkor nem van meg. Egy csomó mágus, de sajnos egymás után lépett. Nem volt szerencsénk. Na, ez pont jó fog jönni. Kis feltöltésre. Jól van. De gyorsan meg kéne valahogy csinálni. És nem tudom, meg fogom tudni gyorsan megcsinálni. Igen. Ez mibe kerül? 12 lesz szarság. Jó. És átformáljuk, az nem lesz problém. Most már csak pénz kell. Basszus, a lehetős nem volt jó ötlet, amit csináltam. Én nem kell hozzá, az jó, oké, akkor. Amikor Holman és én leültünk az estebét, ez a vezető egy kopatos könyvet hozott el a vastag ruhájával, és oda nyitotta nekem. Ezt egy csatvesz katonától vettél van a társadalmak lója. A társadalmak, átfüggettem a számos kézírással telerult oldal. Ő egy varázsló volt, Bazilasz meghívtam. Mindent, amit csináltunk, fejezett ezekbe a kicsi könyveibe. Azt hitte egy nap, még valamiféle híresség válik belőle, és majd mindenki el akarja olvasni az emlékületeit. Na igen, szóval tévedett, nem igaz? Van bármi érdekes is a könyvben? Kérdeztem. Hol már megmondta a vállát? Nem tudom. Amíg eljött, azért azt állandóan hárultott a dolgaival. Azt sem bírom képzelni, hogy miket irkálhatott össze. Miután végeztünk a vacsorára, hol már visszatért a sátrába, jónkon pedig gyertyát gyűjtöttem, hogy beleolvassa Bozilasz emlékirataival. Nem tellett bele sok idő, hogy rájöjjek, tettem egyáltalán. Nem túlzott a néha varázslót illetően. Na, mi a franc? Még nincs annyi pénz, hogy megvegyem. Ezt komolyan gondolja? Kérem, lássam. Na, ne már. Na, ne már. Most várunk még egy kört. Aztán betankolnák, ha lenne annyi pénzem, hogy több dolgot is vehessek, de nincs. Eléggé gáz, kifagytunk, de hát az építkezésnek ára volt. Na, még egy kört várunk. Ó, basszus, nem tudom megvenni az összeset, hát nincs annyi zsé. Ez nem jó, hogy kell szerválni. Na nézzük most, hogy nézünk ki. Hát még mindig nem értük utol az állapot, de nem vagyunk messze. És a föld alatt van, mint látható. Ujjaj. Problémáink vannak. Tehát tartok. Ijj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 
Basszus, úgy éreztem, hogy ez lesz. Gondoltam, hogy kibírja, de megint megtanulhat neki egy negyedik szintű varázslat. Na jó, akkor ezt csináljuk. Szerintem ezt a kis taktika lesz. Tőle, miért nem szokott ilyen taktikákat alkalmazni. Van egy rossz taktika sajnos. Mivel kell tennem. Yeah.
kettővel tud támadni. Igen, meghaltam ágazni, az ilyen alap volt, körülbelül az volt a feláldozható része. Na, a kitás, ez nem rossz, hogy nekem. Most, hogy tele vagyok vegyes drágakővel. Most sem rossz. Azon gondolkozom, most mit csináljak. Csinálom egy haladik szintet. Tisztesség kedvét, önérzékenység. És nincs pénz. Titán miért nem tudom megcserélni a vegyes lábköveket, az volt szerencsém. Képzeljétek el, egyébként gondolkoztam erőteljesen most a Vega 56-os AMD kártya vásárlásán, miért? Mert 1070 Ti-t ér el már ilyen driverek hatása után, és sok helyen 90-100 forintért beszerezhető. Elég durva. Ezt komolyan gondolták, és nem tudom, hogy gondolták komolyan, de elég vicces a humorérzékük. Minden esetre már egyik már modellt. Ez a hős ide a... Hát jó legyen. Majd utolérem a kedves ellenségemet. Kéne csinálni viszont a... karaván, hát tele vagyok, vagy tele lennék halfinggal. Ami jó jönne egyébként a vermotok ellen is, bár az képest nem olyan sokat szívek, mint gondoltam. Egyébként nem egy nagy pálya, ez láthatóan. Na és hát ez a Vega 56 nagyon jó ilyen egyedi kiállásokat kapott, amelyeket jól is hűtenek, állítólag őket. Nagyon jó, lenne használni őket, csak kevés helyen kapott olyan olcsón, és sokszor egy év garival. Tehát vajon miért? Hát azért, mert valószínűleg szürkén hozzák be. Úgyhogy itt a mi gond vele. Köszönjük is tudom. Szuper. Megértem idejére a halflinkhez. Miért még egyáltalán megopogtathattál volna az ajtó kitárolatot és egy vigyorgó vénasszonyját találod magad szemben. Milyen érdekesebb a játékban az összes istálló szinte vénasszonyok vannak. Kerülj bejjebb, szólít meg is Inte kezével. A télvíz már forr, a tizen és a kedvenc citromos kekszedet is elkészítettem. Mégis honnan tudtad, hogy a citromos keksz a kedvence? Kérdezed, amiben lépsz a szobába. Hisz látnok vagyok, te csacsi, ülj le és egyél sok már beszélni valókkal. Legalább egy tucattal befalszolak például a citromos kekszon, hogy valahogy se tesznek kíváncsi a napozzal látnokhoz. Azt mondja, beszélnünk kellett. Pontosan még nem tudod, de a küldetés teljesítéséhez fel kell keresni a piros kulcsal sátrát. Természetesen innél légy jól ismerem őt, és sajnos rengeteget kell ide meg oda utazni, ezért is lakik sátorban. Akkor hát hogyan fogom megtalálni? Én már tudom neked mondani, hogy most éppen hol tálad, de mondd csak, erre meg tudnál te is tenni egy szívességet a számomra? Ha magammal vihetek még néhányt ezekbe a kekszekbe, akkor biztosan? Igazából látnak, becsavagol neked fáncozott a útra, valannak üzletes kekszekből, mesélő, hogy egy hárfé nem végül
Elcsente tőle a tudás sivkáját. A tász vissza tudás szerint a szavara elárulja neked, mert ad a kulcsárságát. Szuper, tudom, hogy hol a planza van. Akkor valószínűleg így is lenne. De nem tudom, úgyhogy... Meg kell építeni a titánt is, hogy nehogy versenyhelyzetbe kerüljön az ellenfél. Na nézzük, hát ez nem egy ilyen nehéz lesz. Gondolom, hogy a kétszer fogok néves után, akkor nehéz lesz. Sok is akkor. Na, ilyen. Opa, a vakítás kéje, mi van? Jól láttam? Nem csak vakítás ezért, a másik igével összenéztem, az kicsit durvas. Durva lenni, a vakítás igé és vége a harcnak. Igen, itt van még egy vár, ezért jöttem erre. Csak sajnos elég erős őrök vannak. Két várral már igazán tudnánk fejlődni. Veszettem egy picit, de elég jó kihasztál, hozzá kell tennem. Kulcs lesz a vár gyors fejlődéshez. Basszus, ezt ennyire őrzi egy ilyen iszalra, de miért is van, hogy mindennek van határa. És hogy itt is ennyien vannak. Ezek remélem, hogy a varázslással jól emlékszem. Ez a gólem abban, de iszonyatosan. Most kaptam, hogy ugyanis szivatni. Ez olyan aggaszt ez a gólem. Ledarálnak egy picit. Nagyon. Hát
Váratom adták ingyen. Ezt láthatjuk. Viszont valamos városházánk is, meg lesz szüli a sátor is. Már csak azt kell valahogy megoldani, hogy... Igen, legyen 20-20. Kül meg 5000 arany, ami egy elég nehézkes dolog. De nem megoldhatatlan. És mitől fogyott el? Egy csomó vegyesem. Ezt sem értem. Ó, azt is... Minket oldalni. Na jó van, ezzel jövünk. Ezért segítségben. Ezt a zöldet hogy fogom megszerelni? A zöld kulcsát lehet hát. Ez egy nagyon jó, jó kérdés. Ezt hogy fogom felépíteni? Ez is egy nagyon jó, jó kérdés. Nehéz pálya. Meg kell egy kicsi. No. Szállamos, azt hiszem, hogy sok. Ez igazán sok. Van egy tök jó tud, csak nem lehet megszerezni. Elvédi. Na, kezdünk erősödni. Viszont ezt el kéne foglalni. Azt mondtam, hogy hogyan. Ez komoly. Csak ebből 20-at. És tucat, ezeket csak főlénnyel, meg nagy varázslatokkal lehet levelni. Nem nagyon kemény. Nem lenni meg azt mondom, hogy na, de így vagy ott van, elég gáz. Ez a vágás az nagyon sokat segít. Egyébként. Thank you.
sokan vannak, lenne titánom, vagy lenne búrenom, akkor persze már sem a hölgyet. És nem vannám még egy hova. Ez már más. Ajajaj. Mert csak arra, hogy megérte azt, hogy ide egy dimension és lecsapta. Ezt kell mondanom. Na, mivel meg lesz a kellő mennyiség. Nem. Na, meg is van. Ups. Ah, basszus. De hogy ezeken ugye a varázslat az 6, úgyhogy meg az hatványozottan valamilyen szinten. Úgyhogy... Ez jó volt. Ez a Talus hullám. Nem tudok lassokat lépni. Ja, persze nem tudok, mert ebben a részben már a varázslók igazából nem hastebethez kötődnek. Nem kell erre inkább. Úgy se tudunk átvenni. Erre sajnos szerintem több ilyen erősek vannak, hogy nem tudunk velük mit kezdeni még. Szóval sokkal fontosabb lenne egy ilyet építeni, és hát minden pénzünk eltűnik, ami volt, ami van, ami lesz. És a baj. Leszünk halfinggal konkrétan. Legalább nem tudom, hogy fogom levelmódot meg a izét levelni. Itt a probléma. Ezeket még le kell venni, mert így nem tudok tovább jutni. Az ellenség nem igazán erősödik, ez viszont tetszik, ez viszont bejön. Nincs egy erősödés. Csalézik az elemeket. Na, most viszont erre menjünk. Ó, basszus. Nem már komoly. Ó, goblin lelőhely. Ó, basszus. Jó. Kicsit. Ez kellett. Melyet akarok csinálni szerint a másik vállalatban. És akkor együtt
elég sok lesz belőle. Nem fog beférni ez a gond. Nem fog beférni, de hát utána nem fog. Nem cserél van. Azt nem tudom. Most arra menjek el. Beverem ezeket egyszerre fontankorra. És az, hogy a többiekkel mi lesz. Szerintem van az öt sátor kapcsán, a kukáját, vagy sem. Ezért fontos kérdésem. Jó, itt egy golyamfiárat csinálunk, amit pénz hiánya okán nem tudunk. Szokás szerint megszokhattuk. Ha itt van a bokorován szerály, ez komolyan, de köszönöm törvend, de nagyon is. Jó, hát tudjuk ezt verni szerintem. Oké. Már is a folyamat az ellenség, haha. Csak azt gondoltam, ezek viszont sokasodnak. Megállsz. No. Eltüntetjük. Köszönjük. Sokan vannak.
is ezt lefoglalja. Hirtem a nem. Én nem lesz. Hú, hát ezt nem volt olyan jó, hogy lehattól tartok, nem volt semmi emberem. De ez is a miénk lett. És most már tudunk ide teleportálni közünk, nem rossz. És van pénzünk. Ez most így elég gyengeserő. Viszont iszonylag sok kövünk a fánkkal. Minket el tudunk cserélgetni. Ezt áthozzuk ide. És várunk egy picit. Jó, hát most úgy látom, hogy lehet, hogy neki fix a sereg, akkor meg úgy nagyon gyorsan akar itt az a nagy kérdés, hogy ezeket vagy velem le. Nem is én ezt úgy veszem észre. Kérdéskör az itt van. Más nincs, a kérdés lenne. Most így vettem ki. Ideg aranypavilont fogjuk megcsinálni, amihez még kell kincs talán, amihez 5-10-6. Ugyan az is kéne pénz, hogy sok mindenhez ezen a pályán. Hát hamarosan meg lesz. Szóval akkor építeni azért a seregemet, hogy minden a titánra menjük a legdrágább. Nulla aranybányával például a pálya. Okay. Akkor menjünk. Ah, itt nem jövök, hogy mekkora esélyem lenne az ellenfélnek. Nem csinálnék. Azért is soha több pénzt fogok kapni. Tehát meg fog jönni. Na. Ó, még ez is van, szuper. Főleg így. Ilyen egyszerűen oldódnak meg a dolgok. Hopsz, az kicsit sokat de van pillanatnyiség, de nem érzem meg otthatatlannak. Az átteszem. Hát azért nem kevés. Nem is sem. De ezt gondoltam. Azokat az évesten lép meg én, akkor viszont gázom. Nem tudom. Jobban nem tudja legalább szívni. Nagy éreztem. Nem tudjuk se. Nem sokat vesztettünk annyira. Sőt. Most pénz kell viszont. Meg kell vennünk a... A viront, ami 8-8-4. Ó, de jó, nincs meg. Kényelmesen itt ezt kell hozzá.
És megvan volna. Jó. Menjünk erre tovább. Milyen nagy buszít az? Ó! Jim nevelő. Cool. De hogy tök, jaj, ez bent van. Nagyon köszönöm. Nekem nem bent van. Na, az. Az. Jó, megmutott. Jól összet engem. Állást is kaptunk, egész jókat kaptunk. Még kettő, hát ezt azért hozzam fel. Szerencsé, na hát jó, fel akarunk. Egész jó. Ezt kell mondanom, egész jó. Szerintem az idő azt mondta, voltak ellen. Na és ott a lényeg, ez akarunk a lényeg, ami ott van. Tankoltuk. Tankolunk amennyire lehet. Csak utána kéne rámenni. Szépen erősödünk. Mi felerősödünk. Le. Felünk a fel. Jó, ez a kármilyen hata. Viszont ez szartam. Jó, jó. Ez most gáz. Saját magát kellene levinnem. Viszont ez szart, ugye? Jó. Ez szart. Ez a két embert is kellene levinni, igazság szerint. Tehát a másik, és pedig ez lesz. Jó.
tudom melyik, nem tudom miért emeljük el meg. Játszani őket máshogy nem. Mert nem volt más hálásatom, de kijátszottuk őket, és ez a lényeg. Tök, hogy tele vagyunk vegyessel, mert még nincs eszem vegyes bányánk. Tudjuk venni, hogy titánt elég gyorsan akár. Ez mi? Ugye, ja, ez. Ó, jaj. Sajnos, az sok. Bizony. Na itt telemenőről nem megyünk még el. Először kis katyipával azt várnod, hogy barátságos harapokat tűzmelege fogad, csak hogy a kaival nincs tűzhely, nem cserélődött élő két törvényen vastagon fel van öltözve. Hogy lehet itt ti nem fagytak meg itt? Én mondom, melegebben még alakint is, mint ideven. Az egyik terve felrakja van ott lenne egy lámpát az asztalra. Oh, mert nem csinálunk. Semmiféle tüzet, ha még ez itt van. A térben az egyik sarokban áll a közönségesnek tűnő holdra mutat. Miért? Mi van benne? Kérdezett. Egy igen különleges keveri. A saját készítményünk. De te is éppen emiatt kerestél meg minket, igaz? Ez az egy idő dolog, amiért eddig bárki is meglátogatott minket. Jaja, mondd csak el, mi is az, hogy felszeretnél, hogy robbantsunk? Kérdezte a másik térfe. Úgy, hogy mondjad? Bármi fel tudunk neked robbantani, amit csak akarsz. Falakat épületeket bármit cserül, mindössze 6,5 000 aranyat és 20-a be kivett kérni. Na, most én nem igazán értem ezt. Kiderült, de. Küldetés napló. Aha. Hát, tök jó, hogy higany kell hozzá, szóval pont az nincsen nekem. Ha jól emlékszem. A sapka, az hol a francba lehet, amit meg kell szerezni. A másik küldihez. Varázsoljuk. Elgöző is bekenés, de ott csak a... Na, akartam lenni a G-man, ez nem egy ilyen nagy dolog. Akkor nem jártam csinálni a titánt. Ha ide hogy a francba lehet bemenni. Akkor ezt is lerombolják, hogy hogyan? No, ezt nem fogom leverni. Felesleges szerintem, bár nem tudom. Akkor a tűzerő van a mágiámban. De nem tudom leverni őket. Áh! Nem durva. Megoldjuk inkább. Próba cseresznye ezt. Ha, ez is érdekes lesz. Valamazunk úgy. Ez
könnyen megy, aztán nehezebb lesz. Egyáltalán nehéz, mint gondoltam. Ja, akadályozzák egymásnak, hát azért a táj is segít a szalvízbe. Ez könnyű volt. Védelmi növelést is ad. No, most azt csináljuk, hogy... Basszus, nem tudom megvenni a... Ez a pályán nem lehet megvenni, de jó. Ez minden szar kell. Szuper. Nem érzékeli a gombokat. Hát akkor haladunk a boldogságkörnyel. No, meg ezeknél. Okay. Oh, ez elég rossz eredmény volt. Aztán tálom, hogy úgy is felesleges. Ha jól látom. Viszont oda vissza kell menni, mert... Befért. Basszol a törpehelyén rakom majd be. Egyetem. Ó, basszus, miért ilyen drága? Jaj, ne, ezt nem küldtem el. Végülis mindenhogy is arra megyek. Tovább. Még visszamehetek oda. Egyrészt ugye a zöld. Mi a francot le akarom bontani. Most ide betoltam. Megpróbálok egyesíteni szinte minden erőt, amennyire lehet, mert bemutatokat máshogy nem tudom levenni. Úgy látom, hogy itt igazából csak az áttörés a lényeg, mert simán le lehet venni az ellenséget. A fülény nélkül is. Az ellenség az eltörpül itt. Ezek a lények az erősek ezen a pályán. Láthatóan. Például ez. Ez húzós lesz. Lassítás szerintem. Mikor a Phantom Cape se rossz. Mindig a másikat fogjuk elölni. Melyik lassú. Ezt is lassítjuk. Vagy gyengítjük. Nagyon lassú a kapcsak, már hát innentől kényi lesz a helyzet. A lassítás nagyon durva. Végét nem tudja leszek volna kiállni. Ez nagyon durva, azt hittem, hogy kicsit nehezebb lesz. Viszont ez a vicc, hogy ennek ellenére kockázatnál sokkal erősebb, talán ezeknél legalábbis sokkal többet volt nekem szivatni. Minden egyes alkalommal, hogy nő és nő. Nem, hogy most erre maradt, hogy ez kimaradt ez a rész.
a törpik helyére lesz berakva. Annyi harpingom van. Még azon a fülénbe szépen tudok darálni. Megölni azt, akit mondta. Ha, jól emlékszem. 12-34-4-4-4. Mi a baj, nincs fényt? 14, bocsánat. Hát. Jó, és ezt meg leverjük, mint a franc. Róla megölt egy izét. Remélünk vicc. Viccbe már. Való, basszus, hogy védekezni akartam. Pont jó fog jönni. És pont higanyt adott, teszem, azt kell majd valahol. Jól emlékszem. Ez komoly. Pont azt adott, ami kellett. Hát ezeket nem ugyanez. Csak pepitálva. Rosszkor lenne kezdeményezésük, és most valahogy mégsem volt elég jó. De most lehet tudjuk csinálni a lényeges dolgokat. Például ezt. Ugyan. Erre vártunk egy ideje. Magadtam, üzére gyugodtam. Egyes kristály. A semmiért. Én balga. Látszik még a piros, nem? Látszik, de mondjuk nincs benne most a hős fel van az emberek sora. Oké, meg ilyen a trükkezés. Szerint fölénye. Képes lesz is. Akkor ezt kicsit elősítjük. Mindenkit levertem pont. Hát ezt eddig is láttuk, ha csak ennyi. De még itt van lesz, hogy levegjük. Biztonság kedvéért. Többé betankolunk.
kőből fáva kerülőben emlékszem, de ugye megnézzük, lehet, hogy más karban van fog benne. Mi a franc? A négy kő, hát ez nagyon egy. Most le is kell oda mennem, basszusa. Mire van jó múlsz? Ujjaj. Ezt is ezt le akarjuk venni. Kiteim vannak. Most kéne egy ilyen lassítás óra. Itt ám van. Jó, ezekkel az abban iszonyat sokat lépnek. De most már legalább biztosan megvan az, amire szükségünk van. A mennyiségi higany, ha jól emlékszem, hogy higany kell hozzá. Azt meg visszaszerezzük, ez nem is probléma, mennyi meghalt, hogy egyszer annyi lesz körülbelül. Ez nem okoz nekünk problémát. Sehol nincs az ellenség. És meg elhozzuk, és megvárjuk. Aztán szerintem neki is hagyunk a dolgoknak. Egy ilyen sereggel már lehet aprítani. És akkor a varázslást még nem vettük hozzá, ugye? Aztán ott 6000 kellett, ha jól emlékszem. Tudom, hogy a kiklopsz is, de... Most mit kaptam cserével? Valahol semmit, most nem olvastam végig, de... Milyen elhúzott is az időm. Na, ezt a kiklopszat nem merem le, minek vegyem le. Hoppá, viszont ez kinyílt valami, miért nyílt ki? Örülök neki csak. Nem értem azok át. Megkapok pár dzsint, jól fog jönni. És azt értem, hogy ezt itt kell átadni mind. Kár ötven nincs még egy város. Jönne. Pirosan is lesz ellenfél, nem is létezik gyakorlatilag. Még piros, hát nem nagyon, mondja a piros. Oh.
Jó. Nem támadom, mert a felesleges most ezért bejönni. Ez nekem nem kell. Van bőven ginem is. Majd esetem ezzel foglalkoznom. XP-t már nem kapok. Pénz egyebek már nem kell. A varázslat ellen is van valami védelme, szóval nem tudom, hogy fontosan. Először utána visszaüld, de akkor is üljük először. Nem igaz tulajdonosan. Na, menjünk rá. Arra is felülsöd a terep. Hát, ott a gyilkos ők vannak vetve álltam, és néztem, mint a csapataim keskenypősen átmasíroztak meg felé a földalat tűnálva. Volt nem is szabad idő, így felcsoltam Bozilaszt emlékületeit, és elfosztam a könyvég a felét alatt így bekezdésig. Amint behatoltam a felületi piromájba, eszemlítettek küzdelmeim, borzalmakban és ajánlkozó gonosz szemekkel, valamint az idő, amit Nigon barlangjában a sárkákra erre felölkémkedve töltöttem el. Fajtámból csak kevesek olyan tapasztaltak a mélységbirodalmával kapcsolatban, mint amilyen én vagyok. Megjegyzésem magamnak, könyvet kell írnom a föld alatt túl egy gyakorlatok tárgyában. Esélyes szín? Barlangok, folyosok és adók, vagy újabb az élet véletlenül és útmutató. Hogy folytassam, amit már megkezdtem, ezek a folyosok nem sem különböznek azoktól, amelyeket már felderítettem. A legjobb esenyés és dobos és az enyészet, szabad és érezhető az átúszó enyhelyhozatban. Talán él voltak lennek a közelben, vagy netával, amelyik ősi sárkánykra este fel a helyet vésülnek helyén. Megjegyzés magamnak, meg kellene fontolnom, hogy újítás után nézek, lehet, hogy holman kiváló vadonba való túlélésbe, de kell, hogy létezzem valaki más, és aki szintű bírja minden ismereteket, holman meg sem ajánlott hozzáállását leszámítva. Oda néztem, mint a vezetőm holman épp az ujjába befogta egyik ólikát, míg a másik volt trombitának kifújta a taknak. Az ülasztak állnyal és nívista volt egy valami az itt igaza lehetett, ha már nem volt éppen egy elbűvő társaság. Egy kis humor sem állt a híroznékhez, és egy kis szünet, amikor is majd itt a föld alatt fogjuk folytatni a következő videóban, addig is búcsúzom tőletek, sziasztok!